mini skirt on, dip my body in glitter. Hagyjál már! Ez az? Ez durva. Fú, hálád! Én szabadnapos vagyok szerdáig. Akár itt csövelhetek egész nap, hogyha akarod. Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és a mai videóban VR-ozni fogunk. Kipróbálhattam jó pár játékon keresztül a Sony új virtuális valóság headsetét, és be kell valljam, tényleg nagyon király lett. Hogy izgalmasabb legyen a videó, hívtam pár barátot, ismerőst, hogy próbálják ki ők is. Sokuknak ez volt az első VR élményük, és tök érdekes, hogy kiből mit váltott ki. Egy szó mint száz, nézzük, hogy milyen a PSVR 2. Idén februárban került piacra a Sony PlayStation 5-höz köthető új VR szemüvege, ami nem csak képminőségben zseniális, de folyék egyszerűséggel is elég látványosan beüzemelhető, intuitív és kényelmes is. De kezdjük az elején. A PSVR 2 dobozát felnyitva lesz egy külön fak benne a tartozékokkal, alatta a becsomagolt headset és a két vezeték nélküli kontroller. Tartozékként kapunk hozzá egy fülhallgatót, két pár extra gumiharanggal és egy USB-C kábelt is a vezérlők töltésére. Ezután fogod, bedugod USB-C-n a headsetet a PS5 elejébe, és már is jön a varázsló, ami végigvisz, hogy hogyan kell beállítani és használni. A jobb felső gombbal kihúzod a látómezőt, itt hátul kioldod a headsetet, felrakod a fejedre, ráerősítesz, beállítod a látómezőt, hogy legyen homályos a kép, és itt a bal felső sarokban be tudod állítani a lencse távolságot is. Vannak ugye külső kamerák rajta, amiket bármikor be tudsz kapcsolni, hogy körben néz, ha esetleg nem tudod, hogy hol vagy. Van két nagyon menő funkciója is, egyrészt van szemkövető rendszer, így elég csak egyszerűen ránézni az adott menüpontra, ezzel egyébként a fókuszt is szabályozza, illetve a játékterület szkennelése is rendkívül látványos. Ezt a szkennelés után manuálisan is tudod igazgatni, ha esetleg nem mérte fel jól a helyzetet, de nálam tök jól működött. A headsetben mindkét oldalon van egy-egy 2000x2040 pixel felbontású 120 Hz-es OLED kijelző, ugye külső és belső szenzorok is vannak, illetve nem csak a vezérlők kapták meg a PS5 kontroller haptikus rezgését és adaptív ravaszait, de a headsetben is van egy vibramotor, szóval nagyobb történéseknél, mondjuk robbanásoknál vagy éppen bekapcsolásnál a fejhallgató is rezeg. A vezérlőknek vannak érintésérzékeny felületei, szóval elég csak hozzáérned, és már is mutogat a karakter keze, vagy éppen ráteszi az ujját a ravaszra. Ez nagyon király. A fülhallgató is egész jó minőségű, de természetesen bármilyen headsetet tudsz vele használni. Pár észrevétel így, hogy több ideig, illetve többen is használtuk. Egyrészt nagyon király, hogy körbe van egy gumis szemellenző, így sehol nem szivárog be a fény VR-ozás közben. Hogyha nagyon rászorítod a fejed, akkor nyilván látszani fog, hogyha leveszed egy kis ideig. Akkor a tér benne, hogy szemüveggel is tudod használni, és minden használat után érdemes megtörölni a lencséket, ugyanis összemaszatolódik, és hát a következő alkalommal nem olyan éles a kép. VR headsetnél ugye az is kérdés, hogy milyen játékok vannak hozzá. Én annó a Beat Saber-t, illetve a Half-Life Alyx-et nyomtam Vive-val, azóta is bánom, hogy a Half-Life-ot nem tudtam kijátszani idő szűke miatt. Ezek sajnálom itt nincsenek, de hogyha veszel egy PSVR-t vagy bérelsz, mert egyébként a konzol királynál bérelni is tudod, így el tudod próba alapján dönteni, hogy szeretnéd-e vagy sem, akkor alapból kapsz pár demót. Resident Evil Village, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, Horizon Call of the Mountain, Drum Rock és még pár játék, ezeket ingyen kipróbálhatod. A teljes játékok között van a No Man's Sky, illetve a Gran Turismo 7 is. Összesen 65 játékot listáz a PS Store, ami VR 2-vel működik. Néhány játék elképesztően intenzív, szóval hogyha először VR-ozzol, akkor mindenképpen egy lazább címmel kezdenék, például a Drum Rock-kal, ami gyakorlatilag egy dobos Guitar Hero. A demók közül kétségtelen, hogy a Horizon a leglátványosabb, a legkidolgozottabb. Itt a környezetben lévő tárgyakkal is szabadon lehet interaktálni, összetörheted a tányérokat, dobálózhatsz velük, stb. A Resident Evil Village-ben csak meghatározott dolgokat, például ládákat törhet szét, cserébe ez meg rendesen foshatós játék. Anyád! Jesus! Viszont a Horizonnál éreztem először motion sickness-t, szépen nevén szólítva kinetózist. Amikor nincs meg az összhang, az egyensúlyérzékelésed és a látási ingerek között, tehát hogyha mondjuk a játékban futsz,
de a valóságban egy helyben állsz, vagy bármi ehhez hasonló, de ugyanez van egyébként akkor is, amikor lefelé nézel a kocsiban is, mondjuk telefonozol, a szervezeted azt hiszi, hogy megmérgeztek, ami rosszul létett, émeigést vált ki. Horizonban ezt akkor éreztem meg igazán, amikor falat másztam, és a ciklon nagyon közel volt az arcomhoz, illetve amikor nagyon gyorsan futottam. De hasonlóan fura volt a Gran Turismo is. Látványra meg élményre egyébként tényleg nagyon állat, teljesen részletesen látod az autó belsejét, műszerfalát, visszapillantóit, bár a távoli tárgyakat, mondjuk a sebességjelzőket nem rendeli ki olyan jól, mint mondjuk a Horizon. De ha kormánnyal, pedállal nyomod, akkor ez is egy baromi élvezhető játék. Teljesen egyénfüggő egyébként, hogy kit mennyire visel meg, Peti például, aki először VR-ozott, pár perc után abba is hagyta, főleg a Gran Turismo-t, én sem bírtam olyan nagyon sokáig, Annánál a Horizon gameplay végére kezdett beütni, Zsolti is érezte, de ő nem émelyeget, Iminek, Gábornak és Brolinak viszont semmi baja nem volt tőle. Hogy fogott a szerencsétlen? Ez nagyon szédülős cucc, de amúgy nagyon szép. Á, esküszöm, szédülök. Ez nagyon durva. Atya, kötya. Tudod, mi a baj? Öregek vagyunk ez. Magának a headsetnek a megjelenítési minősége kiváló, ugye OLED kijelzőkről beszélünk, plusz a külső fény sem szivárog be, és hiába OLED TV-n láttam a gameplayt 2D-ben, amíg ugye a többiek játszottak, illetve ti is ezt látjátok, de VR-ban például a Resident Evil sokkal világosabb. A TV-n alig vehető ki nálam valami, de szemüvegben tök jól lehet látni. Alapvetően a VR, és hát főleg a PSVR 2 egy szűkebb réteget érint, nyilván azon PS5 tulajokat, akik nem sajnálnak 250 ezer forintot egy ilyen kiegészítőre. Hogyha haveroknak akarsz menőzni, arra baromi jó, én mondjuk tipikusan az a felhasználó vagyok, aki csak néha napján kap kedvet VR-ozni, nekem mondjuk nem biztos, hogy megéri beruházni rá, de maga a headset szerintem kiváló lett. Talán a játékok kínálata a dolog Achilles sarka, reméljük, hogy a jövőben bővülni fog. Ti próbáltatok már valamilyen komolyabb virtuális valóság szemüveget? Mi a kedvenc modell, vagy akár játék? Írjátok meg! Nos, én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Hagyjál már! Ez hogy néz ki? Itt a kezem. Na, csak sikerült. Az igen, már rögtön legolasz. Wow! És teljesen nem. Bazzik, és hátra is tudok nézni, de jó. Slash. Nem, nem. Ó, baszki. Wow, ez durva. És hol vagyok, Peti? Nem látom. Hol a gomb? Itt a gomb. Hol vagyok? Á, jó, most már látok.